Végéhez közeledik a felpéci biomimetikus, vagyis természetutánzó földház építése. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Európai Uniós finanszírozással 125 millió forintból készül a mintegy 300 négyzetméteres életmódközpont. Az elmúlt időszakban sokat haladtak a munkálatokkal, hiszen a ház belseje november elejére elkészülhet. Körbeburkoltuk a házat, körbeszigeteltük, megtöltöttük földdel az oldalfalakat, megtöltöttük a tetejét, belül kialakításra kerültek a gépészeti, tehát vezetékek, villanyvezetékek, tehát fűtés, víz. Jelen pillanatban pedig hát a gépészeti berendezések szerelése, illetve a burkolási munkák zajlanak. A csiszolás és festés befejezése után a padlóburkolat is a helyére kerül majd az épületben. Kívülről is már csak a festés vár a földházra, illetve a növények telepítése, hiszen a földborítást kihasználva minőségi életteret alakítanak ki az élőlényeknek. Az építészeti munkák befejezését követően a megújuló rendszerek beszerelése következik, hogy a látogatók minél előbb megtekinthessék a felpéci földházat. El vannak helyezve már a tetőkön a napelemek, a napkollektorok, a szélgenerátor, a napfal, tehát ez mind a helyén van, és az építő mesteri munkák után történik ezeknek a berendezéseknek is a összekapcsolása, a beüzemelése. Látogatni gyakorlatilag szerintem a november közepe, november végétől már lehet. Nyilván a megújuló energetikai rendszerek már működnek a házon, tehát bemutatható lesz. Kialakítanak egy az időjárási adatokat rögzítő állomást is, így azt is megfigyelhetik majd, hogy az adott időjárási körülmények között mennyi energiát termel egy napelem, vagy éppen a szélgenerátor.